600 ezer forint gyűlt össze az idei gazdászbálon. Az összegből egy bronhoszkópot vásárol a Borsod-Zemplén megyei kórház. Ezzel az eszközzel a légcsövet és a hörgőket vizsgálják. De gyakran előfordul, hogy különböző tárgyak, apró játékok eltávolítására is használni kell a gyermekegészségügyi központ sürgősségi osztályán. Februárban ismét megrendezték a gazdászbált, a bevételt és az eseményen összegyűlt adományokat a Borsod-Zemplén megyei központi kórháznak ajánlotta fel a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége. Egy 600 ezer forintról szóló adománylevelet adtunk már, amit már át is utaltunk a kórház részére. Az a meggyőződésünk, hogy egy jó évet záró gazdatársadalom, amelyik a gazdák belső kohéziát, összefogását is erősíti egy ilyen esemény. Ha mi jól érezzük magunkat, ha van bevétel, ha tudunk adományozni, akkor ezt jó célra használjuk. Egyre több ilyen jótékonysági esemény történik a kórházban. Révész János főigazgató szerint az adományozási kedv most már nem csak évvégén nagy, hanem egész évben. Az adományok rendkívül aktívan segítik a mindennapjainkat. A felajánlott összeget például egy bronhoszkópra költik, ami a gyermeksürgősségi ellátást segíti majd. Ez arra alkalmas, hogy a gyermekeknek a légútjaiba betekintsünk, illetve onnan, hogyha szükséges idegentestet távolítsunk el. Ez gyakori probléma, ugye a pici gyerekek ahogyan játszanak, sok mindent a kezükbe, szájukba vesznek, nagyon gyakori, hogy sajnos ezt lenyelik, ezt ilyenkor el kell távolítanunk. Révész János hozzátette, ebben az évben kiemelt célkitűzés a gyermekegészségügyi központ részleges megújítása. Ennek érdekében két projekt fut. Egyrészt felújítják a gyermekintenzív osztályt, másrészt a jövőben megújul a gyermeksürgősségi ellátás is. Az építészeti beruházások mellett eszközbeszerzést is terveznek.